igen, közben. Igen, megérkezett Voksán Virág, mert ugye hát ő dolgozott nagyon keményen Moszkvában, mert hát pénzt kellett keresni, egy fantáziátunkból, hogy mit csinálhatott. Ráadásul mondta, hogy éjszaka, hogy mit lehet csinálni Moszkvában éjszaka, ilyen kis... Kemény meló, hát zenél, házat épít, dolgozik, gondolom, persze, abszolút. Hát kemény, kemény az a meló, igen. Szóval megérkezett Virág, őt nagyon sokan várták, Győzike azt gondolom talán kicsit szerelmes is bele, mert úgy fogadta, hogy senki. Meglátjuk, hogy ez mit szólt be, az, hogy már is ezt mutatjuk meg. Hello! Virágodtak? Megjött a virág, aha. Halljátok, olyan hideg ilyenkor? Volt, tiszta hó volt Moszkvába. Képzeljétek el, ekkora hó volt. Hello, Danikám! Szia! Hello! Egészségedre, Danikám! Egészségedre, hát de neked, a nagy moszkvai! Szia! Nagy főzés! Ez csak így van. De jó nézzel ki! Köszönöm, hát te is nagyon csinos vagy. Nem adok szinten, kicsit. Meg vagy fázva, jó van. Ne vagy elhapjó. Gyere! Én nem szeretném. Van ilyen dolgok. Hanem most kéne gyorsan. Italozgatás? De be vagytok már költözve. De drágaságok, ma vártalak, ma hiányoztam. Na, hát én is már vártam, már hiányoltalak titeket. Mikor szállt le repülő szívem? Hát késett, több mint fél de órát ma, késett. De ma szálltál-e? Ma? Ma, persze. Hát egy kb. Másfél-két órája szállt le a gépem. Maradj bent, mert lesz egy meglepetésünk, jó? Jó. Gyertek, álljatok be, Dani, vegyél a nadragot, légy szíves, most jó? Most ez így jó? Hát de ne van. Úgy ma egy szalagatyába. Így kell fogadni egy szép hölgyet. Nem a... Nézd, Gabi, gyertek, álljatok be. Dani, vegyél egy nadragot, jó? Te tiszteleted, ezért felveszek valami nadrágot. Számolj el, 10-ig is gyere ki, jó? Köszönöm. Be a gyere! Na, az is sütit kap. Megyek! Micsoda buli, de kár, hogy nem voltam ott. De jól érezte magát mindenki. Ekkora buli volt. Igen, és a neten úgy döntöttek egyébként a kedves nézők, hogy Laci bátyárnak sushit kell vacsorára készíteni, ami abszolút szerintem az arculatába vág. Tehát, abszolút, hogy... ez neki megy, abszolút, hát, igen. Mondanom csak, hogy fantasztikusan sikerült, tehát hogy degeszrelték magukat, nézzék meg. Azt se tudtam, hogy hogy néz ki. Így most már beugrik, hogy láttam már képen, akkor ez lehetett a sushi. Nem ismertem receptjét. Lehet, hogy elolvasnám, és megnézném, hogy tudom én, borsot kell belerakni, vagy nem ismerem a japán fűszereket se. Nagyon jó. Nagyon jó. Mi? Kemény? Mm-hmm. Nem olyan rossz ez a szar, komolyan. Nem főtt túl sokáig. Nem van sót. Mi? Ugye világosan? Nem rossz, Győzi. Én rosszabbra számítottam. De. Ne legyél olyan be, amire Benkő, hogy nem eszem. Meg kell kóstolni, gyere, olyan mérges vagyok a gyerekeim is, nem szeretjük. Kóstold meg! Nagyon rossz! Szépen, tudom, de... Fagyaros. Minden van ebben. Erről ennyit, fúj, de rossz. Gyerekek, egy lazacba kell tenni répát? Nem. Úgy, de mennyi hatva van ebben, gyerekek. Az úgy lett be. Én megvacsorázom mohitóból. Nagyon jó, megvacsorázom. Hát te csináltad. Menta levél van benne. Mit? Attól még lehet olyat csinálni, amit nem szeretek? Olyan puding vagy egyébként, Dávid, de Dani, mindegy, Davis.
Daniel Duval. Nem, de olyan nézősüket dumája van. Most nem. Nem tetszik. Elmondom, hogy mi, gyerekek. Laci bácsi, elmondom neked, hogy mi a baj a Danina. A Dani csak a sajátját teszi meg, hogyha más csinál valamit, de nem eszik bele. De nem pakol el maga után. És csak a sajátját teszi meg. Figyelj, és hogyha főzünk, az alapelv, hogy elpakolj. Vagyis kibadt el a mai sushit? Te! Már nem pakoltál maga után. De most miért nem kóstolod meg? Mert el van, meg van mérgezve, azért Laci bácsi. A sushit? A zöldséget. Mert húst azt mondod, húst nem eszed, azt miért nem kóstolod meg? Muszáj. Illene. De Benkő, ha te csináltad volna, akkor olyan jó ízűen ennéd, hogy ó, mennyi a napig az összes ízére. De én végig kicsértem, hogy készül a virággal. De kóstold meg. Én nem azt érzem rajta a mézt. Azt nem érzem, hogy szükséges. Attól jobb lesz, de ha én megkóstolom. Vagy. Nem vagy férfi, nem vagy ember. Dumász, kóstold meg, és legalább úgy róla véleményt mondani. Mi csinál, Laci bácsi? Kanyhalóz, és miért tedd meg? Kanyhalós vagy, öcsém. Szó szerint, valaki legalább megmeri már neked mondani. Ezt is én bajom? Nem, kóstold meg. Ide tettem elé böcsülettel, akkor böcsülettel kóstold meg. Azt mondod, hogy belekóstos, és akkor azt mondod, hogy betyár, ne arra, hogy ez nem az én nézvésülágom. De hát én szóltam már, mikor készült, hogy nem az. Ránézel, de neked mégis természetes a mocsok, a szemét. Ez meg azt mondod, hogy belenyúltak kézzel. Hát én kezet mostam, mert azt is egyébként... Kóstold meg az a gond, hogy tényleg nem... Jobb lesz attól? Igen, mert ez egy gesztus a többiek felé. Úgyse fogja megkóstolni. Te megkóstoltad? Én meg. Na, én megkóstolom, meg én ott... Mesélj róla! Nem közbecsettem bele. Ne okóstoltam! Szokott kezet mosni egyébként, de mindegy. Lényegtelen ez a dolog. Dánielnek különleges ízlése van, ami tiszta úton készül, az nem ehető. Nálunk semmihez hozzá nem nyúlt. Kétszer volt nálunk enni. De csak nálunk, vagy csak nálunk? Csak nálunk. Csak nálunk. Már mi cigányok vagyunk. Semmit nem fogadtál nálunk. Eddig és ne tovább, pajtás. Mit ne tovább, akkor miért nem ettél nálunk? Mondd már meg. Miért nem ettél nálunk? Mondd már meg. Megöl disznóból nem eszek. Megöl disznóból, azt hoztam magadtál ételt, azt kiöntötted a szép asztalra, retkedett. Azt nem ett, azt megcsinálsz. Adjuk ma.